így körülbelül szépen ellapogatni. Utána majd úgy kell rakni a buzát, hogy ellepje, hogy ne legyen, hogy ne lehessen látni majd a földet, és utána majd megint egy kis földdel meg kell szórni. A Zöld Alma Klub ott járt, amikor éppen aktuális foglalkozásán a búzacsiráztatás módszerével ismerkedtek meg a gyerekek. Szép tápanyagban gazdag föld, egészséges búzaszemek, egy kis víz kell hozzá csak, és az így megtöltött poharakat egyébként hazaviszik a gyerekek, akik hamarosan szóban és írásban is beszámolnak az otthon melegében a pohárban végbe ment változásokról. Rakjuk a magot, hogy a föld ne látszon, hanem még hozzá. Azaz. Jó. És hogyha ezzel is megvagyunk, akkor újra visszamegyünk a földhöz, és megszórjuk, látod, így szépen megszórjuk virágföldet, és ide leteszed, hogyha készen vagy. Csilla, tudsz hozni valami kollat, amivel feliratozzál? Egy ilyen foglalkozás után a tankönyv abszolút mellőzhető. A gyerekek tudni fogják egy életre szólan, mi is az a búzacsiráztatás, és mi történik a gabonával, a szántóföldön, amikor elvetik. A foglalkozás másik témája a ritkán használt, nem közismert ökoszatyloknak a mindennapi életben való elterjesztése, hova tovább használata, ami látványos módon megjelent a kiállításon. Hogyha ebbe bármit teszünk és bedobjuk a komposztba, akkor ez komposztálódik, lebomlik, tehát nem szennyezik a környezetünket. Van ilyen kis pici zacskó, van egy kicsit nagyobb, és vannak ugye szemetes zsákok is. Ezek most a legújabbak. És nagyon aranyos a szlogán, ugye, hogy jó egészséget a földünknek. A tanárnő azt szeretné elérni, hogy a gyerekek hatására is, a szülők közül is egyre többen ezt a szatyrot használják bevásárlásaiknál. De emellett egy olyan tornazsákra emlékeztető textíliával is megismerkedhettek a tanulók, amelyek például a zöldségekhez használt csomagolóanyagok használata kizárható lenne, ha beszerzünk egyet is belőlük, és mindig magunkkal visszük vásárlásaink során. Nagyon praktikus, mert hazaviszik, egy pillanat alatt össze lehet hajtani, elteszik a kis táskába, és már nem is szennyezik a környezetünket. Akár évekig elég. Évekig elegendő, így van. A zombai egészségvédők persze tágítanák azt a bizonyos horizontot. Egy olyan vászonszatyrot is bemutattak, amivel a bolti csomagoló papír és műanyag használat 100%-ban kizárható lenne, minden elfér ugyanis benne. Legyen az édesanyja táskájában egy vászonszatyor, amit szépen bármikor elő lehet venni, és a bevásárlásnál azonnal rendelkezésünkre áll. Az egyik sarokban eleget téve a cukor méreg harsogó feliratnak egészséges ital kimérés és kóstolás zajlott. A citromos víz népszerűsítése történt meg a gyerekek körében, amit úgy édesítettek meg, hogy az ital élvezeti értékét, ezáltal népszerűségét is növelni tudták. A gyömbére és citromra van szükség, mézre és fokhagymára. 3 kis kanállat beveszel naponta, és egészséges lesz rá. Nagyjából minden reggel eszek ilyet, és anya szokta otthon csinálni. A kis bárpultust arra kértük, csináljon reklámot az italnak a szilveszteri bulira is, hogy ne csak a megszokott cukros üdítőket fogyasszák a diaktársak. Ez a gyömbér, és ettől szerintem finomabbá válik az egész. A zombai Zöld Alma Klubban meggyőződéssel vallják a jól ismert mondás igazságát és hatékonyságát, ismétlése a tudás anyja. Ez az éves programjaikban is megmutatkozik. Vannak standard visszatérő programok, ilyen például a szemétszedés, ilyen például a lucanapi búzavetése, ilyen például a fűszerkert rendben tartása, az egészségnapoknak a megszervezése. Ezen túl pedig mindig természetesen van valami aktualitás, mint például én is most jutottam hozzá elsőként a kukorica alapú keményítőből készült zacskókhoz, amelyek ugye lebomlóak. Nagyon-nagyon büszke vagyok a zöldalmásaimra, hogy próbálnak figyelni a környezetükre, figyelmeztetik egymást, és próbálnak olyan felnőtté válni, amely nem hagy durva ökológiai lábnyomot maguk. Csak 100 közül csak 3-an felnőtt korukra megjegyzik, hogy a műanyag flakont nem hajítják majd ki felnőttként az ablakon, és a nylon zacskót sem dobják ki, hanem hazaviszik, akkor azt gondolom, hogy már megérte. Egészségünkre!